most bekapcsolom a gimbalt, most váltunk egy nézetet. Gyertek vissza, nézők! Gyertek vissza hozzám, nézők! Aha. Beindítjuk a motort. Jó, így nem fogunk gyorsan menni. Na, így a minőség már teljesen más lesz, meglátjátok. Ég és föld. És most lejött az útra. Így van. Na, bármelyik oldalt nézhetitek. És jelen pillanatban motorozunk. Közben élő videózok. Egyedül. Hát csak az kell, hogy az orromon egyensúlyozok egy labdát, és fél lábon ugráljak is a videószínsel. Na, láthatjátok Balinak az utcáit, mint Szellemváros most. Ugye, mert alig vannak, ma a plázában voltunk szinte, lehet azt mondani, hogy embert alig láttam. De itt azért normál esetben itt nem tudtok meg sem volt. Nagy a szél, zaja, de ugye hiába csatlakoztattam hozzá a mikrofont, azt mondtátok, hogy nem halljátok, úgyhogy akkor inkább ezt vállalom így. Ez Balin a legforgalmasabb utca 2020. Tudom, hogy évjel van most, szeptember. Látod, nézzétek a újságot. Tartunk a nagy víz felé, olyan, mint a Balaton, csak kicsit kékebb. Jamie Olivernek az étterme. Na és ott már látjátok a nagy vizet. Ott előttünk. Ott a nagy víz. Lassan fogok be, mert rendőrök szoktak állni. Na most már elég sokan ülnek ide, várják a naplementét. Hádrok Café. Jó embereket átengedjük szépen. Hadd menjenek. A legközelebb ki fogom találni azt, hogy a motorhoz hogy tudom hozzárögzíteni a gimbalt, és akkor biztonságosabb lesz.
szerintem mondhatom, hogy Balin ez a legismertebb és a leghíresebb szakasz. Na, ugye beszéltünk ezzel erről a tenger dologról, meg óceánokról, meg ilyenekről, tehát az, meg a partokról, és azt azért tudni kell, hogy Balinak nem nagyon vannak szép partjai, tehát mindenki arról álmodozik, hogy ide jön Balira, és akkor el fog állulni, megvakul a fehér homokról, hát ilyen nem nagyon lesz, tehát ezt tartják sokan a legszebb partnak, szerintem többek között én is, de ez sem olyan nagyon nagy szám, reggel már megmutattam nektek, ugye. Itt van a híres Beach Hall Plaza, közvetlenül, gondoljatok bele, itt van közvetlenül ugye a parton, itt vásároltam ma. Ez az az érdekes, hogy nagyon sokszor látok ilyen mezitlábas szörfösöket, hónuk alatt szörfel, aztán éppen mennek be a plázába. Hát ugye egy töménytelen mennyiségű kis motor itt végig. Itt mindenki motorral közlekedik. Hát egy az, hogy sokkal kényelmesebb, sokkal gyorsabb. Főleg akkor, amikor ugye szezonban is mozdulni nem lehet, szó szerint. Végén be fogunk nézni, egy picit lenézzünk a parton, ha szeretnétek. Ha küldtök szívecskét, az azt jelenti, hogy szeretnétek, mert csak ezeket látok, kommenteket, ilyeneket egyáltalán nem látok. Ugye? Várjak a szívecskét, kicsit fogok. Hát nem látok szívecskét, akkor nem megyünk a parton. Néztek ilyeneket. Ez jobban tetszik. Na, jönnek azok a szívecskék. Tudni kell, hogy nagyon remélem, a motor nem fogják ellopni. A Bali sajnos most már nem olyan biztonságos. Volt, hogy egy éjszaka alatt két motort loptok el. Ez lesz a bukós csapat. És meg is van. Ha mehetünk a partra. Na. Bekukucskálunk. Ott vannak. Még megvan. Jól van. Ha jó van, ugyanott van, mint a múltkor. Szörfös a kedvenc helye. Tehát ahhoz képest, hogy mennyien szoktak itt lenni, ahhoz képest nem sokan vannak. Horgásznak, szörfözgetnek, el vannak itt maguknak. Na, sokan ezt tartják, mondom, Balin a legszebb beachnek. Mikor ide jöttünk, mi is el voltunk tőle ájúva természetesen, mert Magyarországon nem nagyon találtunk szebb beachet, mint ez, szebb partot. És miután átmentünk Szumbára, akkor rájöttünk, hogy tulajdonképpen ez ilyen szép-szép, de semmi extra. Hát ugyanúgy meleg a víz. Ugye, lehet mondani, mint Szumbán mondjuk. Esténként. Reggelente, mikor itt laktunk, mert ugye ettől a parttól nem olyan messze volt régen a másik villánk. Volt, hogy reggelente ide lejöttem, itt sétáltam egyet, és onnan, hogy futottam, tehát az enyhe túlzás lenne.
Elfutottam a plázáig, ott megreggeliztem, biztos, ami biztos, és akkor utána mentem haza. Hát kis motorral ilyen 2 perci távolságra volt körülbelül. De akkor lett elegünk az egészből, mikor évekig csak azt hallgattuk, hogy majd megoldódik a szemétkérdés, majd megoldódik, de soha nem oldódott meg. Na most úgy néz ki, hogy sok százszor tisztább. Hát így, hogy nem jönnek a turisták, ugye legalább tudnak rá jobban vigyázni ezek az emberek. Most, hogyha megnézzük, sokkal-sokkal tisztább. Úgy takarították a bicset, képzeljétek el, hogy reggel láttam, ide jött egy nagy markoló, ásott egy hatalmas nagy gödröt, jöttek a ilyen munkások, azok összeszedték a cuccot, ami volt, beledobták szépen a hatalmas nagy gödörbe, a markoló szépen rárakta a homokot, és úgy gondolták, hogy ez így el van intézve. Mi külföldiek megnéztük, hogy te jó Isten. Aztán kijött a víz, aztán kezdtek mindent előről. És azt mondják, hogy azért koszos Bali, mert az áramlatok hozzák ide több másik szigetekről a rengeteg szemetet. Én azért vagyok felháborodva, mert ez a picike kis sziget termeli meg Indonéziának a turizmusnak a bevételének a nagy részét, tehát ilyen több mint 80%-ot. Akkor mi a fenének nem költenek erre? Ezt mondjátok meg nekem, húzzanak ki egy hálót, hogy mit érdekel? Hát embert küldünk a holdra, gyerekek, nagy mert tudjuk megoldani, hogy szemetet össze lehessen rendesen szedni, hát na hát, ne semmi más, nem kellene egy-két évig itt hagyni azt a pénzt, amit az a picike kis sziget termel, amúgy egy csoda. Tehát Bali szerintem a világ egyik legnagyobb csodája. Akadozik a netem, azt írják. Hát ezzel nem tudok mit csinálni. Ezzel nem tudok mit csinálni a netten, sajnos. Pedig van 4G-m, azt írja. Sajnos. Tehát embert küldünk a holdra, minden meg tudunk oldani, és egy ilyen picike kis szigetet nem lehet rendbe tartani, hogy ne legyen ennyi szemét. Számomra ez azért hihetetlen. Ha húzunk egy vonalat, és szeretném hasonlítani Balit és Szumbát, és hogy mi miért költöztünk el Baliról, ugye 5-6 évet itt éltünk Balin. Azt biztosan meséltem nektek, hogy gyönyörű, csoda szép kapu. Tehát a balinész kultúrának nincs párja a világon. Ezzel lehet vitatkozni, de én, ez az én véleményem. Tehát az én magán véleményem, hogy valami eszméletlen, hihetetlen, olyan vibrálás van ennek a szigetnek, és beszippant. Tehát ide jössz, én utáltam Balit, amikor legelőször ide jöttem 2007-ben, így néz, hogy úristen, ennyi szemetet, hogy nem szedni, még kosz van, a szagok ismeretlenek voltak. Az első 2 hét én azt mondtam, hogy nem értem, hogy ebben mit lehet egyáltalán szeretni. Aztán 3 hónap után úgy mentem mindenre, hogy azt mondtam, hogy én szeretnék hosszabb időt itt tölteni. Hát még akkor csak álom volt, hogy én itt ide költözzek, vagy bármit kezdjek itt magammal, vagy ilyen, hogy vállalkozásom, meg legyen villáim, tehát az számomra egy olyan elképzelhetetlen dolog volt, mint most nektek valószínűleg a többségnek. Aztán most meg itt vagyunk, tessék. Na, tehát húzunk egy vonalat, és azt mondjuk, hogy Bali vs. Szumba. Előnyök, hátrányok. Ki az, akinek ajánlom Balit, és ki az, akinek nem. Ki az, akinek ajánlom Szumbát, és ki az, akinek nem, mert ilyen is van. A két hely között a különbség. Szumba az egy naturális paradicsom, ahol még nincs turistagyár, ahol még az emberek a természettel együtt élnek, ahol még olyan dolgokat látsz, ami sajnos már a gyerekeink, unokáink nem fognak. Ez biztos. Ahol nincs turizmus, ahol lényegesen kevesebb szemét van, mint Balin. Azt tudni kell, hogy Szumba 2-szer nagyobb egyébként, tehát 2-szer akkora, viszont a helyi lakosok száma is jóval kevesebb pedig, de hiába 2-szer akkora. Ha jól emlékszem, Szumban ilyen vizet mutassam, valaki ezt kéri, akkor csinálunk egy ilyet, ilyen vizet mutatunk. Az a baj, itt meg már fúj egy kicsit a szél. Na, mindenki a vízre van ráizgulva. Na, tehát ez így tökéletes választás Bali a fiataloknak, azok, akik bulizni akarnak, azok, akik arra vágynak, hogy diszkóhátán diszkó, és este buli és parti,
fantasztikus közösségek vannak itt, beszéltünk jogok közösségekről, vagy tehát megtalálja mindenhol a zsák a foltját. Nincs olyan termék, amit nem tudsz beszerezni, megvenni. Tehát vannak boltok tele áruval. Ha itt vagy, akkor basszottul drága szerintem. Nem azért, mert maga az árak drágák, csak én veszem észre magamon, hogy Szumbán nincs mit venni, ezért nem is tudsz költeni. Itt meg mai nap például több millió rúpiát elköltöttem, mert ez is kell, meg akkor szenzoros, ilyen tusfürdő adagoló. Bevallom őszintén, hogy 45 évig megéltem nélküle, de valahogy most úgy éreztem a boltban, hogy nekem erre akkora szükségem van, úgyhogy vettem belőle gyorsan 2 vagy 3-at, ugye a villába, a Szumbára. És nagyon sok olyan terméket vettünk, ami máskülönben meg tudnánk élni nélküle. A sárga ruhás lány, ugye Rita, amikor volt nálunk, pont vele volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy például nekem otthon Magyarországon rengeteg ruhám volt, tehát csak cipőből több mint 100 pár cipőm volt. És ide kijövök, és most mondta Klára, hogy Zoli, vegyél már magadnak egy papucsot, mert ezt a papucsot hordom szerintem 2 éve, amit vettem körülbelül ilyen 2000 forintért leárazva, mert nincs másra szükség. És rájössz arra, hogy egy 75 literes hátizsákból éveken keresztül el tudsz úgy élni, ha hozzászoksz, hogy tulajdonképpen még nem is hiányzik semmi. Mi elköltöztünk Szumbára, több konténer cuccot vittünk oda, és így se férünk el. Tehát Klárikától mindig azt hallgatom, 285 négyzetméteres csak a villa, meg mellette van egy csomó ház itt, meg ott, meg konténerekbe pakolunk már dolgokat, mert hát nincs hely, hova pakoljunk. Már nincs semminek helye. Na most gondoljátok el, ez ugyanolyan, mintha valaki 40 négyzetméteren is le tudja élni az életét, meg van, aki 400-on éli le az életét, és még az is kicsinek találja. Na, tehát itt Balit olyan embereknek ajánlom, aki bulizni akar, aki különböző kultúrákat szeretne megismerni, aki fogékony az éjszakai életre és azokra az emberekre, azokra, akik... Hát mondjuk a jó az behozta a rosszat is persze, tehát azért ezért kevésbé biztonságos, kevésbé... Tehát tényleg fogénykor, és nyitottnak kell lenni, tehát nagyon nyitottnak kell lenni, hogy ide akarsz jönni, mert annyira más kultúra, annyira más emberek, annyira más illatok, annyira más szagok, annyira más gyümölcsök, ételek, hogy mint egy másik világ lenne. Tehát én nem azt mondom, hogy mindenki jöjjön Szumbára. Szumba nem való mindenkinek. Viszont akik Szumbára jönnek, azoknak ajánlom Szumbát, aki pont nem erre vágyik már. Addig, ameddig fiatalok voltunk, és nem született meg mondjuk amidala, addig tökéletes volt Bali. Fantasztikus éveket éltünk itt. Tényleg egy csoda, viszont akit már zavar az, hogy a kosz, meg ezek, amit mondtam, hogy éjszaka már nem tudsz közlekedni, lehetetlenség szinte, kis motorra van, hogy 5 kilométert órákon keresztül mész, tehát amikor már ez zavar, és nekem azt tette be a kaput, hogy pont itt, ezen a beachen, pár száz méterrel lejjebb bementem a vízbe, és úgy jöttem ki, hogy a kislányom kezét fogtam, amidala vízmániás, és kijöttünk a vízből, az egyik bokámon, szó szerint mondom, egy használt pelenka volt rá csavarodva, a másik bokámon pedig egy használt női tisztasági betét. És akkor mondtam azt, hogy most jó, én mindent meg tudok érteni, meg hogy majd szép lesz, meg majd jó lesz, de nekem itt van vége. Akkor oda mentem Klárihoz, és mondtam neki, Klári, én találtam egy szigetet, ugye Szumba szigetét, és minél hamarabb szeretnék oda átköltözni, akkor kezdtem el építkezni ott, ugye építeni a villát, mert én úgy éreztem, hogy ha itt maradok, akkor ehhez asszisztálok. Tehát hogyha nem, ha minden turista holnap összeszedné magát, mondjuk is nem a Covid miatt, hanem nyíltan azt mondanánk, hogy nem vagyunk hajlandóak addig visszajönni Balira, amíg ezt a kérdést nem oldjátok meg. Fogadjunk, hogy egy hónapon belül meg lenne oldva. Fogadjunk. Így meg évek óta, évtizedek óta van ez a helyzet, hogy jaj, szemét, jaj, nem lehet vele mit csinálni, mert az összes turista, meg a külföldi... Igen, a turista hozza basszus ide a pénzt. Annyi pénzt hoz ide, hogy eltartja, nincs szükségük a legtöbb embernek semmire, van egy kocsi és el tudja tartani a családját. Itt az a srác, akik itt vannak, ad neked oda napi 10.000 forintért egy ilyen nyugágyat, amire le tudsz ülni. Egy darab volt, vagy bocsánat, 1000 forintért, mennyi 50.000 rupiáért adták legalábbis pár évvel ezelőtt. Na most ez a turistagyárhoz, ehhez a szeméthez nem nagyon szerettünk volna mi asszisztálni, és inkább átköltöztünk Szumbára.
Zumba ennek teljesen az ellentéte. Nincs, egyáltalán nincs éjszakai élet. Nem találtok kocsmákat. Éttermet is nagyon-nagyon kevés éttermet. A helyiek azok önellátóak, és ez egy hatalmas nagy dolog. Tehát a zumbai ember ebből a Covidból, mondtunk neki, hogy Covid van. Szerinted a mi szomszédunkat az mennyire érdekelt, akinek most lett bevezetve az áram azután, miután én is bevezettem, és mondta, hogy legalább hagyj kössön már rá egy madzagot a mi áramunkra, hogy legyen már neki is ára. Te szerintetek mennyire érdekelte őt, hogy mennyire jön a turista, vagy mennyire nem jön a turista, vagy egy halászt, aki ebből él, a családja, az összes felmenője halászott, csónakja van, kimegy, megfogja, eladja, hűtője nem volt otthon. Szerintetek őt mennyire érde? Viszont ezek az emberek, tehát Bali azért hasalt meg, mert ők a turizmusból éltek, tehát mindenki a turizmusból. És olyan árakon mentek már itt rizsföldek gyerekek, hogy az már vicc volt, tehát tényleg. Tehát volt olyan, amiről tudok konkrétan, hogy itt egy telek általában 100 négyzetméter, egy ár. Én tudok olyat, hogy 1 millió dollárért cserélt gazdát, egy ár terület, nagyon jó helyen volt. De gyerekek, 100 négyzetméter telekért adni 300 millió forintot. Tehát ez már nem volt normális, azért lehet látni. Ugyanakkor Zumbán ugyanilyen telket árulunk, sokkal jobb helyen, mert közvetlen tengerparton vannak a telkeink. Itt egy hasonló 300 millió volt, ott nálunk meg 6 millió forint. Hát hasonlítsuk össze a kettőt. Sokkal, viszont az is biztos, hogyha te Zumbán szeretnél venni mondjuk WC csészét, ugye, mert ott erről beszéltünk nemrég, akkor ide kell jönnöd Balira, ha normálisat akarsz, ha minőséget akarsz, ha ott is lehet kapni Zumbán, de azt ugyanannyiért veszek itt sokkal-sokkal jobb minőséget, ezért inkább átjövök, megpakolom, amit kell, és akkor utána visszamegyek Zumbára. Macera? Az. Élvezzük? Az elején élveztük ezt a rengeteg utazást, de képzeljétek el, hogy Amidala 3 éves volt, mikor betelt az útlevele, és ugye az azért volt, mert külföldre utaztunk, meg visszajöttünk, meg ide utaztunk, meg oda utaztunk, most már nem nagyon szeretünk utazni se. Tehát régen imádtam utazni, ugye annak idején Serafin Laci barátom az beoltott ezzel az utazással rendesen, nagyon, ugye akkor még biciklivel mentünk ki Monte Carlo-ba, meg Svájcot jártuk, meg minden, nem volt pénzünk, és azért így jobb. Próbálom úgy, hogy élvezetesebb legyen látni a tengert. Tehát ugye hajlandók voltunk kerékpárral is bejárni a világot, nem számított az, hogy fárasztó vagy nem fárasztó. Mert a csóri cigánpulyaként nem volt annyi pénzünk, hogy benzinre vagy valamire költsünk. 15 ezer forintban meg lehetett úszni. Csak kajára kellett a pénz. Ugye Soltész Pisti? Meg Szerafin Laci. Na most jelen pillanatban az van, hogy Bali az, most az árak egy picit visszamentek, tehát most már nem olyan hatalmas nagy dolog, arra azért figyelmeztetek mindenkit, hogy borzalmasan vigyázni kell itt a dolgokkal, mert nagyon sok olyan barátom van, akik több száz millió forintot veszítettek el itt. Az indonéz emberek nagyon-nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, hihetetlen közvetlenek, de abban a pillanatban, amikor a pénz bekerül a kapcsolatba, akkor legtöbb esetben ez nagyon komoly változásokkal jár. Ezt mindenki értse úgy, ahogy szeretnél. Nem szeretnék senkit megbántani, de nem ismerek egyetlen olyan embert sem, akinek indonéz partnerével van üzleti kapcsolata hosszú távon, tehát mondjuk az évtizedek óta, és komolyabb pénzmozgás van, és mindenki elégedett lenne. Ha tudtok ilyet, írjátok meg nyugodtan. Nem azt mondtam, hogy nincs, én nem ismerek ilyet. Ezzel szemben Zumba, ugye Zumba nekünk lemész a tengerpartra egyedül, és nem fogsz találkozni fehér emberrel, ezt borítékolom neked. Találkozhatsz néhány helyi emberrel, néhány helyi halásszal, akik önellátóak, akiket nem fertőzött meg még ez az egész turizmus, meg adjunk el mindent, és sokkal naturálisabb, ennek megvannak az előnyei, hátrányai. Nem jobb, mint Bali, nem rosszabb, mint Bali, teljesen más. Úgy, ahogy nem tudom összehasonlítani Budapestet, meg mit tudom én Miskolccal, mert teljesen más a kettő. Mindenki azt válassza, ami neki tetszik. Én a túráimat úgy szoktam összeállítani, és mikor turisták jönnek hozzánk, vendégek, inkább vendégeknek nevezném őket, hogy 3 hetet szoktam javasolni,
mert ha már ráköltöttél ennyi pénzt arra a drága repjegyre, mert az ugye elég drága, hát az általában ilyen 200-250 ezer forintból meg lehet venni, tehát ez nem olcsó oda-vissza. Megveszed a repülőjegyet, és már kijöttél idáig, 14 nap, mondjuk 2 hét az azért kevés, mert 7 óra időeltolódás van. Látjátok, hogy itt naplemente van. Na most, hogyha ekkora időeltolódás van, az első 5 nap az arról szól, hogy szédelektek csak. Utána nem nagyon tudjátok élvezni, utána átszoktok ide, akkor meg már mehettek haza. Tehát az meg ott van megint a másik oldal. És ezért szoktam 3 hetet ajánlani. Ebből 1 hetet szoktunk Balin tölteni. Itt van egy sofőrünk, és bejárjuk tulajdonképpen Balin azokat a részeket 1 hét alatt. Tehát mi nem csillagtúrát csinálunk, hanem elindulunk délről északra, megállunk azokon a helyeken, amit érdemes megnézni, megnéztük, megyünk tovább, megint megyünk tovább. Ha ránk esteletik, akkor ott vannak szállásaink, amiket ismerünk, bejáratott szállások, akkor ott megszállunk. Ha nagyon tetszik neked az a hely, akkor tovább maradunk ott. Hogyha mehetünk tovább, akkor megyünk tovább, de a vendégeinket szoktuk igazítani. Utána, amikor Balin ez megtörtént, akkor átmenjünk 2 hétre Szumbára, ott viszont csak természeti dolgok vannak. Balin inkább kultúra az, ami nagyon különleges. A szumbai emberek, mivel hogy ugye ők nem keresztények, a szumbai emberek keresztények, tehát ugyanúgy templomban vannak, mint mondjuk az, hogy mi. Kevésbé érdekes talán ez az egész dolog. Úgyhogy viszont ott sokkal szebb partok vannak, ott sokkal szebb vízesések vannak, lagúnák, olyan látványosságok, amik szerintem világon egyedülállóak. Ne felejtsétek el, hogy valamiért megválasztották ugye a világ legszebb szigetének tavaly évben, és azért az elég jó dolog. Na, mutatunk nektek egy kis óceánt. Ki jönnek ide? Na, viszont csak indonézek vannak szinte most. Nézzetek egy kis... Van, aki úgyis mindig kéritek a naplementéket, hogy... Ezt nagyon szoktátok szeretni. Pintértünde is mondta. Mindig Lia is mondta, hogy ezeket bírjátok. Így jobb. Akkor mese szólaljak? Tehát álljuk szótlanul, ha szeretnétek, és mutassam nektek ezt. Ez a Kuta Beach. Sikai Zsófi azt írja, hogy szívesen cserélnék egy pár napra veled. Nincs az a pénz, Zsófi. Vagy van az a pénz, de nem fizetnél annyit szerintem. Tehát egy Németországgal ezt összecserélni. Bátyi Gyuri azt mondja, hogy haza se jönne. Hát szerinted én miért nem megyek? Kijöttünk nyaralni, aztán itt ragadtunk. Azt nem nagyon. Főleg kezdő szörfösök itt szoktak tanulni. Ezen a parton, de ha megfigyelitek, nagyon-nagyon kevés. Rajta külön is látok a jelenben. Na, kérdés. Mehetünk tovább motorozni?
Ha szeretnétek meg, hogy maradjunk a parton, akkor szívecske, ha motor, akkor kezeket küldjetek, oké, és kezeket. Ha semmit nem küldök, akkor én döntök. Jó, kezeket küldetek, többet. Jó, van szívecske is. Jó, akkor menjünk motorozni. Úgyis nem sokára lemerül a telefon. Én nekem vissza kell mennem a szállodába, mert hoznak nekem papírokat. Az indonézek imádják az ilyen díszített dolgokat. Na, sokan írtak így telekkel kapcsolatban, meg ilyenekkel. Írjatok rám privátban, legyetek szívesek, mert így élőben nem tudok rá úgy válaszolni. Hát hiába fogtok ismerősnek jelölni, mert nem tudom már az ismerettséget barátként elfogadni, mert ugye 5000 barátunk lehet. Próbáljátok meg a villám idalára rámenni, és azt lájkolni, vagy kedvelni, vagy mit csinálni, mert ott nincs limitálva ez a szám. Hát ott több is lehet, mint 5000. Na, ezt a motort vettem, mutattam nektek. Nézd meg, Bátyi Gyuri, ez olyan, mint a te Simpsonod volt, mi? Vagy az én kis sárga Simpsonom, sárga-fekete. Egy nagyon-nagyon jó kis motor. Ezt Jenő barátomnak mutatom, mert neki szántam ezt a motort, ő fogja bérelni. Ő fogja csapatni ezzel hamarosan. Mikor jönnek. És akkor kivesszük a bukós sisakot. Visszacsukjuk. Egy kézzel, hogy tudom felvenni. Sehogy, mi? Na, mehetünk akkor tovább, gyerekek. Nézzünk egy kis balit. Írjátok már, mert nekem kíváncsiak, hogy hány fok van most otthon. Mondom, nincs úgy 30, mint itt. Három csak van. Na. És akkor most a másik oldalt fogjátok nézni. Szállod a sorok szépen. Végig. Na, írják, hogy Romániában 0 fok van. Nem megyünk Romániába. Akkor ezek szerint. Bódos Laci is megérkezett. Éjjel mínusz 5 fok volt, azt írják, akkor oda sem megyek, akárhol van. Rendesen, nem fúj nagyon a szél, mert szerintem lehet, hogy csak az volt, hogy rosszul volt bedugva a mikrofon, vagy nem tudom, hogy mennyire zavaró ez. A hegyekbe havazott. Oda sem megyünk a hegyekbe. Azért maradunk a tengerben. Most rövidítünk egy kicsit. London 12 fok. Hát Londonba akkor sem megyek, hallod, hogyha... Új, Istenem, az Anglia számomra az egy... élhetetlen ország, sajnos. Hónapokat töltöttem el, ugye Klári Angliában élt, megpróbáltam én is ott, de hónapok után azt mondtam, hogy hát inkább tökezulom magam, hát ez hónapokon keresztül nem láttam a napot, gyerekek. Hát én napenergiában működök, mert az ember is, hát miért, de sose ért, miért élnek ott az emberek? Biztos nem mindenki szereti a meleget, de hú, mondtam Klárikának, hogy te Klárika, akkor inkább szakítsunk, mert nekem ez az Anglia nem fog menni. Kipróbáltam. Még Magyarországon is százszor jobb, Magyarországon legalább néha van napsütés, sokkal jobb szerintem. De Pápai Timi szerintem egyet fog velem érteni, de abban a pillanatban, amikor leszáll a repülő balén, és kinyitják az ajtót, és arcon csak téged ez a párodos, meleg, semmihez nem tudható,
visszakanyarodunk, visszamegyek a szállásra. Hát reméljük lesz még alkalom arra, hogy majd akkor Klárikával leszek itt, ő tud videózni vagy vezetni. Klárika nagyon jó. Angliában volt egy ilyen sztori, hogy megérkeztem meg megismerkedésünkkor, és aki nem ismeri Klárit, Klári nagy motoros, de nem ilyen kis motorok, tehát nem ez a robogó, mint amint most is ülök, hanem egy normális chopperek, tehát ez a egy pont a Shadow-ja volt, ez egy nagy chopper dögállat. És a találkozásunkkor, leges alkalom, amikor elmentem, mondta, hogy van egy meglepetés. Kimentem, kezembe nyomott egy bukós isakot, na akkor megyünk. Nem is tudom, hol Belzbe mentünk, vagy hát valami nagyon messzire. Felültem mögé a motorra, halljátok, ez addig húzta neki, ameddig ment. Azt mondtam neki, Klárika, igazából tök mindegy, ha felborulunk, akkor itt pusztulunk el, úgyhogy legalább akkor jó munkát csináljunk. Nehogy az legyen, hogy csak így fél munkát, hogy felborulunk, aztán csak balesetünk lesz. Na, én közben megérkeztem, én itt szoktam megszállni, mikor itt vagyok. Ez a Fashion Hotel. Fashion TV-s adásokat, van valamilyen tévé, azt mondják, innen szokták csinálni. Jó, leülök oda, ide az asztalhoz. Na! Le tudok ülni, úgyhogy jó legyen. Mai bejelentkezést körülbelül ennyi. Mai bejelentkezésben ennyit szerettem volna nektek körülbelül megmutatni. Úgy látom, tetszett nektek, már elég sokan voltatok. Motoroztatok egyet Balin. Ezt is láttátok. Ha valakit érdekel, akkor nyugodtan tud ide jönni. Sokan kértetek tippeket, hogy hogyan keresetek repülőjegyet. Ha szeretnétek, akkor küldjetek most egy szívet, és akkor csinálok arra is egy élő videót, hogy mi hogyan keressük a repülőjegyeket. És tudunk nektek segíteni abba, hogy küldünk nektek linkeket esetleg, hogy hol érdemes, mint érdemes és hogyan érdemes. Tehát nagyon sokszor rászántok egy kis időt, akkor több tízezer forintot is tudtok spórolni, de nagyon sokszor akár százezreket is. Úgyhogy... Zara, de szép név. Kiköltözni. Igen, nagyon sokan szeretnének Zara kiköltözni. Ezért csináltam most egy picit ezt az összehasonlítást, hogy lássátok azt, hogy mi a különbség Bali és Szumba között. Mindenki azt választja. Nekem az lenne jó, hogyha mindenki boldog lenne. Mindenki úgy lenne boldog a választásával. Hogyha arra vágyik valaki, hogy buli és diszkóhátán és kávézó és akkor mindenféleképpen Bali. Ezt nem kapod meg Szumbán jelen pillanatban, ezt azért hozzátenném, mert borzalmasan fejlődik Szumba. Ha viszont arra vágysz, mint tényleg, ahogy sokan elképzelik, ugye nekem volt egy álmom gyerekkoromban, amikor megkérdezik, hogy hol szeretnék élni. Nagykoromban én azt mondtam, hú Istenem, egy tengerpartos, addig nem is jártam még tengerparton, egy tengerparton, pálmafák alatt, és nem érdekel engem semmi, hagyjanak engem békén, és embert csak akarok látni, és akkor ott egész nap elhimbilimbi, és ott milyen jó lenne, és akkor koktélokat szülcsölgetni, ez lenne mennyország. Na most az igazság, hogy a barátaimból, ha 100-zal beszéltem, akkor 99 azt mondta, hogy ő is így szeretne. Most van, aki megvalósította, van, aki nem. Rajtam kívül nem ismerek olyat, aki megvalósította igazából, amit nem is értek. Mert laknak egy teljesen más helyen. És lehet azzal jönni persze, meg anyagi megérdemletre. Aki ismer, az tudja, hogy nekem nincsenek gazdag szüleim, nem voltak gazdag szüleim. Sose. Soha az életemben nem volt. Nem segített úgy rajtam senki, aki... tehát én soha nem kaptam sehonnan pénzt. Banki pénzt sem vettünk fel soha az életbe. Tehát én nem használtam soha hitelt. Most sem használunk, és ez egy nagyon-nagyon fontos... szabály az életemben, hogy nem kell banki hitel, nem kell senki, semmi ilyenek. Ugyanúgy te is meg tudod csinálni ezeket, hogyha egy kicsit rátermet rugalmas vagy. Hát Bertók Zita itt van, tehát ő csuklóból meg tudná oldani, ebben biztos vagyok.
olyan csajt képzeljétek el, aki meghal valamilyen lehetőséget, és már rögtön pörög az agya. Ja igen, tényleg beszéltük, hogy majd fogunk beszélni egy üzleti lehetőségről. Csikai Zsófi azt mondja, hogy megcsinálta. Tehát Zsófi, te végigkövettél engem már hát 10 éve szerintem, ha nem több. Biztos, hogy 10-20 éve le. Bám, szerintem 20 éve, nem tudom mennyi. Tehát te tudod, hogy körülbelül milyen hozzáállásom volt mindenhez. Én nem vagyok egy okos gyerek, tehát nem vagyok okosabb, mint bárki, aki nézi ezt a videót. Nem vagyok szebb, mint aki bárki, aki nézi. Meg nem vagyok ügyesebb sem, mint azok ott az emberek, mint akik nézik. Egyetlen egy nagyon fontos dolog van, amiben nagyon sok embertől jobb vagyok talán, az pedig a kitartásom. Annak köszönhetem semmi másnak, hogy itt vagyok. Az pedig az, hogyha van egy célom, akkor azt kitűzöm magam elé, és azt addig csinálom, míg nem jön össze. Nem félek a kudarctól. Ha kell, neki állok egyszer, ha nem sikerül, 10-szer, ha nem 10-szer, akkor 50-szer. Ha visszaemlékeztek, volt egy videóm, ami szaggatott a drónnal, és hogy mi a baj, meg hogy a baj, meg mi lesz most. Erre még most sem adtam fel, pedig mindenki azt mondta, hogy már a második a sokkal jobb volt. Nem. Nekem még az nem felel meg, addig fogom csinálni. Az volt egy hozzászólásom, az vagy olyan lesz, mint amilyennek én akarom, vagy olyan lesz, amilyennek én akarom. Nincs B-verzió. Ha nem 5-ször fogom megpróbálni, és nem sikerül, akkor megpróbálom 50-szer, akkor sem fog sikerülni, akkor megpróbálom 100-szor. És aki ismer, azt tudja, hogy itt van. Tehát ebből csak azt szerettem volna mondani, hogy legyen az Tünde, legyen az Zita, legyen az Zsófi, legyen az, most nézem, Timi, ugye? Timinek még lehetősége is lett volna rá. Timi, vagy bárki, semmivel nem vagytok ügyetlenebbek, semmivel nem vagytok rosszabbak, ezt nyugodtan higgyétek el. Egyetlen egy dolog, legyetek bátrabbak egy kicsit, hogyha ilyen tervetek van, sokkal bátrabbak. Merjetek néha kockáztatni, ugye az a, hogy szokták mondani, hogy ez a komfortzóna, ugye? Tehát ahol olyan nagyon kényelmes minden. Hát ott semmi nem történik. Tehát, hogyha én is ott maradtam a komfortzónámban, sokan, mondjuk a legtöbb barátom nézett, azt tudni kell, hogy én egy olyan családból származom, hogy állattenyésztéssel foglalkoztunk. Az én apukám belőlem juhászt akart faragni. Az pedig az úgy nézett ki, hogy én gyerekkoromban, amikor mindenki az iskolába ment össze-vissza, akkor én juhokkal foglalkoztam kint Dombrádon, ott töltés oldalba, kergettem a juhokat a töltés oldalba, mert én voltam a kis juhász. Aztán egyszer tele lett vele a hócipőm, mikor egy kicsit nagyobb le, volt saját kutyám, saját csántázókésem, meg ilyenek. Megbántam? Nem. És tudjátok mit? Én nem gondoltam soha, hogy abból fogok profitálni. Rettentő sokat profitálok belőle. És mondanám azt, hogy apukám megszerettette vele a munkát, de ez tiszta hülye, aki szereti a munkát, tehát ez hazugság lenne. De megtanultam nagyon sok mindent állatokról például, csirkékről. Ugye most észreveszem azt, hogy Klári nem foglalkozott soha ilyesmivel, meg a családja nem nagyon értett hozzá, és neki még minden új. De tényleg így meglátott az elején szinte egy csirketojást, és ez így jön ki, tehát és imádom benne, tehát egyébként fantasztikus, ahogy tanulja ezeket a dolgokat, és ahogy ráébred ezekre. Nekünk meg ez természetes volt, láttatok a disznóvágást, hogy nekem volt olyan, hogy általános iskolában apu felhívott a munkahelyéről, mert már ott volt, hogy Zoli, ott van egy jó, ami hát nem kérődzik, és tudni kell, hogy a kérődző állat, nem kérődzik, az beledöglik. És volt különböző praktika, de nem sikerült, és mondta, hogy figyelj, fiam, mielőtt mész iskolába, gyorsan le kell vágni. Különben kárba vész az értékes jószág, tehát vagy megdöglik, vagy megesszük, mert ugye nem fertőző. Akkor Zolika kiment, gyorsan garázsajtóba ki volt két, hát ilyen nem szeg, hanem ilyen állás alakítva, oda feldobtam a két lábát, pikpak megnyúztam, sicsúj, szétvágtam, felszereteltem, megcsináltam, beraktam, konyhakészre megcsináltam, anyukám berakta, és mentem reggel általános iskolába. Az ilyen embereknek ajánlom szumbát, akik például van egy srác, egy barátom, a Zsolti, ő is szeretné idejönni, az olyanoknak, akiknek jó a probléma megoldó képességük, akiket nem zavar az, hogyha bemennek a boltba és nem kapnak túrót, hanem olyan, mint Klári, hogy csinál túrós süteményt, az egyik kedvencem. Mit tudom én, miből csinálja? Mert csinál túrógombócot, abból a fehér tempéből, nem tofuból, tofuból túrógombócot, mert rá vagyunk kényszerítve, használjuk azt a
képességet, hogy, hogy megoldjuk, a, megoldjuk a problémát. Csikai Zsófi. Hát Zsófi azt írja, hogy nálad főleg nagy tényező, hogy nincs visszahúzó erő. Erre egy dolgot tudok mondani, annak van visszahúzó erő, aki hagyja, aki akarja, és aki úgy szeretné. Én nagyon sokszor, mikor beszélgetek emberekkel, mit 5 perc után elmondom nekik, hogy figyelj, csak eddig beszélgettünk arról, hogy nem lehet megcsinálni ezt a, megoldani ezt a problémát. Most beszéljünk arról, hogy hogyan lehet megoldani ezt a problémát. Arról is kell beszélni néha, de, de túl sok, túl sokat gyártunk magunknak olyan dolgokat, hogy, hogy miért nem tudjuk megcsinálni, meggyőzzük magunkat abból, hogy, arról, hogy, hogy akár buták vagyunk, akár nincs elég pénzünk. Én ismerek olyan, olyan embert, ha hiszitek, ha nem, hogy annak idején tényleg úgy jött ki Balira, hogy, hogy nagyon, én tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés pénzzel. Tényleg, tehát ilyen, ilyen szerintem nem volt 100-200 ezer forinttól több neki, és itt tudott élni Balin 10 évig, most egy nagyon jól menő séf, barista, meg mi az a boros, aki a borokat, borokhoz ért nagyon, nagyon olyan, olyan, mit tudom én, micsoda is, és nagyon szépen ember rakta az életét. Neki egy, egy ilyen segberúgás kellett, hogy eltöltsön velünk egy kis időt. Igen, Balázs, rólad van szó, hogyha nézed ezt a videót. Ő kijött ide úgy, hogy Magyarországon nagyon nagy kényelemben élt, és mi próbáltunk meg úgy foglalkozni, vagy segíteni neki. Nem az a nagy segítség, ezt szoktam mondani embereknek, hogy nem az a segítség, hogyha a fiadnak, lányodnak megadsz mindent, mert azzal csak kényelmes lesz. Sokkal jobban segítesz azzal, hogyha ha megmutatod neki, és megtanítod. Ugye van egy ilyen mondás is, hogy ne halat adjál neki, hanem, hanem horgászbotot, és taníts meg halászni, vagy halat fogni. Na most, hogyha van kedvetek is, most küldtök nekem sok szívet, akkor én elmondom például, hogy amidalával ezt hogy csináljuk. Vannak szívek, akkor, akkor legközelebb csinálunk erről, mikor amidala is ott lesz egy, egy videót. Hogyha nem érdekel bennetek, az sem baj igazából, tehát az, az sincs... Jönnek a szívek. Ó, oh, jön egy csomó szív. Na, akkor lesz egy ilyen élő videó is, hogy amidalával hogyan próbáljuk meg ezt az egészet megcsinálni, megtanítani neki már ilyen kiskorba. Tehát amidala már simán üzleti tervet tud csinálni a saját szintjén. Tehát ő nem kap úgy játékot, nehogy azt képzeljétek, mert ott a környéken ugye azért, azért szegény emberek vannak. Tehát amidala nem kap úgy játékot, hogy bemegyünk valahol és csak a két szép személyért kapjon valamit. Nem, ott meg van mondva, hogy, hogy mindennek ára van. Például az utolsó legóját, az első projektjét az úgy fejezte be, hogy, hogy négy masszírozást kellett, két masszírozás anyának, két masszírozás apának, akkor virágot kellett locsolnia ért, azt hiszem háromszor, motormosás volt benne, két motormosás, két autómosás, autótakarítás, mi volt, de ezt Mimi elmondja majd nektek. Tehát ez így össze volt írva, mindig mikor megcsinált valamit, akkor szépen kipipáltuk, leigazoltuk neki, hogy, hogy sikerült ezt is megcsinálni, és mikor az, az utolsó is elkészült, akkor oda hívtuk a kislányunkat, és azt mondtuk neki, hogy kislányom, te nyomsz rá a megrendelés gombra, interneten keresztül rendeltük meg, rányomott, majd küldünk nektek egy videót, hogy örült annak a Legónak. És mondtuk, hogy bármit megveszünk neked, amit, amit szeretnél, én 50%-ot hajlandó vagyok lerakni neked, válasz ki nyugodtan, hogy mit szeretnél. Ha te azt mondod, hogy Trabantot akarsz, akkor legyen egy Trabant, nem gond. De ha azt mondod, hogy egy Mercedes-t akarsz, lehet Mercedes. Én ennek is, meg annak is lerakom a felét. De a másik felét azt neki kell összeszedni. De úgy, hogy ötleteket is adunk neki, hogy milyen lehetőségei vannak. Tehát kunyerálhat nagymamától, de megvan szabva, az utolsó projektnél 4000 forintot kunyerálhat maximum mamától, az egyiktől, papától is maximum 4000 forintot kunyerálhat. Akkor meg volt szabva, jó, persze, igen, tudjuk, hogy a munkája egy 4 éves gyereknek, vagy 5 éves gyereknek az, az közel nem olyan, tehát most ezt ne úgy képzeljétek el, hogy a kocsi nem csili-vili, akkor nem fogadtuk el, meg tulajdonképpen a személyzetünkkel csinálták meg közösen, tehát utána le kellett mosni, meg utána meg kellett csinálni természetesen, de szeretnénk azt, hogyha a felelősségérzete kialakulna. És azzal találkozunk, hogy a legtöbb emberből ez hiányzik még 30-40-50 éves korban is. És
nem tudnak egy ilyen dolgot megoldani. Mi már 5 évesen van egy csúcs szuper túl megoldja ezeket a dolgokat. Na, de csinálunk majd erről akkor egy videót. Mai videó ennyit szántam, csak igazából, nem tudom, hogy 20 percet akartam, szerintem ez már van 20 perces bőven. Vigyázzatok magatokra. Én még Baliról fogok bejelentkezni, ha megyek hajót venni, akkor bejelentkezek szerintem Lombokról is, még a hajóvételtől is tudok élő videót csinálni. Ha pedig nem, akkor Balin fogok nektek megmutatni egy-két dolgot, például éttermet, hol leszünk, mit teszünk, miért ott teszünk, és a többi. Addig vigyázzatok magatokra, egy dologot ne felejtsetek el megosztani, kérlek, segítsétek ennyivel a munkánkat. Megosztás gomb az lent a jobb alsó sarokba valószínűleg. Ne felejtsétek el, hogy Róka Zoltánként új barátokat már nem tudok fogadni, Villamidalán tudtok bejelölni, ott tudtok minket követni, ez az egyik, és a YouTube csatorna. YouTube csatornát azért ne felejtsétek el, több videó kerül fel oda iratkozzatok fel, kaptok értesítést, több videó kerül fel oda, mint ide, és sokkal jobb minőségben. Ez még akár nagyon fontos is lehet a minőség. Na, 5%-on van az akkumulátorom, úgyhogy a viszontlátásra. Szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!